elkezdődtek a főtéren is a tavaszi munkák. A részletekről Molnár Pált, a Városgondnokság vezetőjét kérdeztük. Mint megtudtuk, az előző évi start munkaprogram keretében több mint 100 fő létszám megmaradt február végéig, így ezekkel a dolgozókkal elkezdték az előkészítő növényápolási, növényvédelmi munkálatokat. Az előző évi start munkaprogram keretéből több mint 100 fő létszámunk megmaradt, ugyanis ezek a programok február végéig szóltak, és ezekkel a dolgozókkal elkezdtük már a előkészíti munkálatokat, növényápolási, növényvédelmi munkálatokat, ami természetesen az időjárás engedett. Azért nagyon jól tudjuk, hogy februárban volt olyan időszak, amikor nagyon enyhe idő volt, ezeket a munkákat el tudtuk végezni, akár meccési, esetleg vegyszerkiuttatási folyamatokra és munkákra gondolok. A falevelek összegyűjtése őszóta folyamatos, nem tudják egyszerre befejezni. Természetesen ez tavaly őszóta, amikor bejött az első hideg sokka fák számára, megszabadulnak ilyenkor a lombhullató növények, lombhullató fák a lombozattól. Ez megkezdődött novemberben, akkor volt az első hidegebb fagyos nap, és sajnos ez folyamatosan tart, különösen a platánfák jó példák erre, amelyek folyamatosan hullatják a leveleiket. Tehát nem tudjuk egyszerre befejezni, hanem valamikor a tavasz beindultáig foglalkozni kell a elhullott levelek összegyűjtésével. A virágládákban az árvácskák is átteleltek, s majd a jó idő beköszöntével jön az ültetés, nagyon szép és illatos virágokkal. Ezek tavaly őszi telepítésűek, azért is szoktuk ezt a virágfélét elültetni, hogy tavasszal korán már lehessen azért virágot látni. Hát egy nagyon széles fajta szortimentet szoktunk alkalmazni a közterületeken, én most ezeket nem sorolnám föl, de nagyon szép és illatos virágokat is ültetünk, hogy a esti, nyári estéken ne csak a szép virágokban tudjunk gyönyörködni, hanem illatot is érezzünk. Próbálkozunk már évek óta több-kevesebb sikerrel, bízom benne, hogy ebben az évben sikerül olyan fajtát kiválasztani, amelynek valóban átütő erejű illata lesz. A Városháza parkjában is folyamatosan pótolják a kiszáradt fákat, és hamarosan elkezdik itt is az ültetést. A városvezetés részéről is az elmúlt években folyamatos érdeklődés volt ezzel kapcsolatosan, sőt volt egy igény is, hogy azokat a fákat, amelyek vágás érettek, kiöregedtek már, vagy esetleg csak félig vannak kiszáradva, ezeket is vegyük ki és pótoljuk. Az önkormányzati erdőkben 3000 fát sikerült már elültetni pótlásként a szárazság, vagy a víz, vagy egyéb más betegség miatt kipusztultak helyére. Természetesen azok a fák, amelyek ősszel előlettek már készítve, esetleg a hely is megvan, el lehet ültetni. Valószínűleg lesznek még fagyok, tehát erre feltétlenül figyelni kell. Jó példaként tudom említeni, hogy a önkormányzati erdőkben is 3000 darab fát ebben az évben, ebben a két hétben már sikerült elültetni. Ezek fapótlások voltak, vagy a víz, vagy a szárazság, vagy éppen egyéb más betegség vitte ki ezeket a facsemetéket, és tegnapi nappal 3000 facsemetét sikerült elültetnünk. A palánta nevelés is folyik, a kertészeti kultúrák esetében 80%-ot, a virágok esetében jóval kisebb mennyiséget állítanak elő, mert ott különleges körülmények kellenek. A kertészeti kultúrák esetében 80%-ban mi szoktuk a palántákat előállítani, természetesen a virágok esetében ez jóval kisebb, ugyanis van, amelyeknek az előállítása a különleges körülményeket, akár sötét körülmény, akár pincelevegőt, pincehőmérsékletet kívánnak. Ezeket nem tudjuk mi biztosítani, viszont a kertészeti kultúráknál nagy százalékban, ahogy említettem, 80%-ban mi tudjuk előállítani. A cég szakemberei folyamatosan dolgoznak. Ezen munkák egy része nem annyira látványos, akkor lehet majd észrevenni, amikor elkezdenek a növények virágozni, de még a téljelei látszanak a növényeken. Természetesen attól függetlenül, hogy a jó idő nem indult be, azért az emberek dolgoznak, tehát nagyon sok olyan munka van, amely az őszről áthúzódott. Ezeket folyamatosan csinálni kell, csak ugye ezek nem annyira látványosok, tehát akkor lesz igazából látványos, amikor elkezdenek a növények virágozni, jó idő lesz, a leveleket
előhozzák, és akkor ugye jó lesz körbenni. Most még a tél képe látható jobban, de valljuk be, még a tél azért nem ért véget. Hétvégén is azért elég komoly lehűlések, mínusz 7, mínusz 8 fokos esti hőmérsékletet is jósolnak, valamint még akár a hóügyeletet is be kell indítani, mert rónos eső, valamint észak-kelet Magyarországra, de lehet, hogy az lecsúszik ide az Alföldre, még havazás is várható.